A Szabó Attila Kenő Akadémián vagyunk, és fogadást tartunk azoknak, akik segítették a munkánkat az elmúlt évben, sőt nem is az elmúlt évben, hanem az elmúlt két évben, hiszen nem tudtunk találkozni a Covid miatt. Ezt az alkalmat ragadtuk meg arra, hogy köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik segítették a versenyszezonban a munkánkat. Mind a városvezetés részéről, mind a szövetség vezetése részéről, mind az iskolák igazgatói, az iskola vezetések részéről itt vannak, és megtiszteltek bennünket, hogy eljöttek. Ez az ötödik idény végén, hogyha nem lett volna támogató környezet, amit mi megkaptuk a város, iskola és a családoktól, azt kell mondjam, hogy példaértékű. Lehetett volna sokkal nehezebb, de nem lett. Az bizonyítja, hogy ha megnézem itt a gyerekeket is, mondhatom, hogy szép szerelésben itt álltok előttem, ez mindennél többet mond. Szerencsére Attilával találkoztam, és ide költözött Ráckevére, és amikor megkérdeztem azt, hogy lát-e abba realitást, lát-e abba lehetőséget, hogy itt ebben a 10.000-es városban, most már 11-2.000-es kisvárosban tudunk olimpikont nevelni, akkor azt mondta, hogy ha egyszer azt látjuk, hogy így együtt vagyunk, akkor tudunk. Mert ezt csak úgy tudjuk, és hogyha a CEISZEN tehetségmodellét megnézzük, akkor ott abban benne vannak a fizikális, szellemi adottságok, a mentális képesség, a kreativitás, benne van a támogató társadalmi környezet, és egy szerencsefaktor, amit úgy ír, hogy szerencsének kell lenni, például az, hogy az Attila ide költözött. Itt nálunk az olimpiai bajnoki cél az, amit kitűztünk magunknak, de nyilvánvaló a későbbiekben majd a civil életben is meg kell, hogy állják a helyüket, és nem biztos, hogy mindenki a sportterületén fogja megtalálni azt a helyszínt, ahol boldogulni fog. Én annak idején ugye itt a gimnáziumban járva és az általános iskolában egy 15 évet próbáltam a profi sport felé lépegetve eltölteni. Nem értem el azt az eredményt, amit én szerettem volna elérni, és tudom, hogy miért nem értem el. Hogy miért nem tudtam én világbajnokságon vagy olimpián indulni. Ezt szeretném ezeknek a gyerekeknek megadni, tapasztalataimat megosztani. Mi volt az a kicsi dolog, ami hiányzott hozzá? Az első idényben nem versenyeztünk, csak megtanítottam a gyerekeket kenúzni. Az a kemény mag, ők mai napig rendszeresen járnak, ők alkotják azt a csapatot, akikkel most is a legjobb eredményeket érjük el. És a következő 4-3 évben fantasztikus eredményeket értünk el. Nyertünk magyar bajnokságokat, nagyon sok érmes helyezéseink voltak. 200 egyesületből áll a Magyar Kajakkenu Szövetség. Ennek inkább most már az első egyharmadában helyezkedik el az egyesületünk, úgy, hogy csak kenus utánpótlással foglalkozunk. Ez egy fantasztikus eredmény. Nehéz év volt a tavalyi a városnak. Annyira nem változott, idén sem voltunk könnyű gazdasági helyzetben. Ennek ellenére a tavalyi nulla támogatáshoz képest idén sikerült a sportegyesületeket újra támogatni, még ha nem is teljesen olyan mértékben, mint 2019-ben, az utolsó béke évben, ahogy szoktam fogalmazni a Covid előtti időszakra, amikor egy jóval nagyobb önálló bevétellel rendelkezett a város, még mint ebben a két esztendőben. Sikerült a honmaradnotok, nem csak nektek, hanem a többi egyesületnek is, hál' Istennek, és ezért őszinte köszönet jár nektek. Köszönöm azoknak a külsős civil támogatóknak is az adományait, illetve a hozzájárulásokat, akik segítették az egyesületet ebben a munkában. És tudom, hogy néha nagyon nehéz körülmények között fogcsiporgatva, de nagyon lelkesen és töretlenül csináljátok ezt a munkát, ami tiszteletre méltó. És látom, hogy tényleg jó kezekbe került az épület is, fejlődtök. A lassan is nyilván ti is az anyagi források hiányában, de igenis belefekszetek és elvégzitek, amit vállaltatok. The man of the fear of you.
nagyon megütött a fülemet, hogy tényleg nagyon jó helyen vagytok, nagyon jó kezekben, nagyon jó környezetben, keveset kell utaznotok, hogy eljöttek az edzésre, nagyon jó konditerem áll rendelkezésetekre, és tényleg becsüljétek meg azt, hogy ilyen jó szakember foglalkozik veletek, mert tényleg kijelentető, hogy Attila Magyarországon az egyik legjobb kenuedző, ez megmutatkozott egyébként a pontokon is, amiket szereztetek, többen is bekerültetek a válogatottba, én legalábbis a kölyök válogatott részéről tudok nyilatkozni, hogy nagyon ügyesek voltatok, nagyon sikeres volt ez az év, és bízom benne, hogy ez így lesz a jövőben is. Köszönöm én is a helyi iskola támogatását, a helyi vállalkozók támogatását, hogy ők is segítő kezet nyújtanak, és bízom benne, hogy a jövő év is ilyen sikeres lesz, és csak így tovább. Minden alkalmat megragadok arra, hogy megköszönjem, hogy vagytok nekünk. 4 éve dolgozunk együtt, és azért örömmel szeretném azért itt mondani, hogy a mi iskolánk már sportiskola lesz, és mindaz a lehetőség, amit még Kristóféknak nem tudtunk nyújtani, az most már nálunk teljesen természetes lesz, tehát lehet menni edzőtáborba, lehet dolgozni a sportért, és az iskolában mi ezt tudjuk kompenzálni. Gyerünk, rajt! Nem a nélónál húzol, előre, ne húzzál, vedd ki előre! Vedd ki, hagyd itt a kezed! Rövid az egész! Thank you.